Hatalmas sikert aratott a Móricz Zsigmond Színházban a Ma este megbukunk című előadás, hamarosan pedig bemutatják a Teljesen idegeneket. Nem sokára pedig lesz előszilveszter is, akit pedig minden előadásban láthatnak a színpadon, nem más, mint Kulácsi Tamás. Szeretettel köszöntelek stúdiónkban. Én is. Hello. Mesélj egy kicsit az elmúlt időszakról, milyen volt a Ma este megbukunk című előadás, milyenek voltak a próbák? Igen. Hát az elmúlt időszak is elég sűrű volt, ez tény, és hát aki látta a Ma este megbukunkat, az tudja, hogy hát nem az a nyugodt darab, tehát nem arról van szó, hogy egy óra alatt történik valami, és addig csak információk vannak, hanem gyakorlatilag már az első másodperctől valami elromlik, és hát ez fémjelzi az egész darabot. Színház a színházban, ugye a nyírbokori színkörről van szó, amely csapatot befogadta a Móricz Zsigmond Színház, és ott játszanak, és hát ami lehet, elromlik. Úgyhogy ez egy vígjáték, és egy olyan típusú vígjáték, ahol nagyon fontos a ritmus, és nagyon fontos az, hogy nagyon figyeljünk egymásra, hiszen egy darabot is játszunk a darabon belül, plusz ugye a szereplőknek a díszlet sem a barátja, sem a jelmez, se a szöveg, se a helyzetek, szóval egy nagyon-nagyon koncentrált figyelmet igényel a darab. Úgyhogy igazából folyamatosan mindenkinek 120 fokon kell égnie ahhoz, hogy tényleg élményt tudjon adni ez az előadás. És hát a próbák is így teltek. Tehát nem volt lazsálás, nem volt az, hogy hát én csak a 8. jelenetbe próbálok, úgyhogy majd én csütörtökön találkozunk, hanem gyakorlatilag folyamatosan mindenki ott volt minden délelőtti, minden esti próbán. Úgyhogy hát nehéz próba folyamat volt, de örömteli volt. Igen, ez ugye nem minden vígjáték esetében igaz, de itt ez is igaz volt. Szóval jó volt a csapat, és jól éreztük magunkat mind a mellett, hogy hát tényleg egy nagyon megfeszített időszak volt, mint mindig, de hát a jó munkához vér, verejték, könnyek és ilyen dolgok kellenek, és ez nekünk meg is volt. Szóval tényleg az első 5 perc után már az látszik, hogy mindenkiről ömlik a víz, úgyhogy se, akiről nem, de hát még nem láttam, úgyhogy igen. De meg lett az eredménye a sok munkának, a belefektetett energiának, hiszen nagyon pozitív visszajelzések érkeznek a nézőktől. Igen, abszolút. Hát ezt ott is szoktuk érezni. Tehát volt olyan előadás, ahol egy ideig számoltuk a nyílt színi tapsokat, de aztán leálltunk vele. De meg is dolgozunk érte, úgyhogy én ilyenkor mindig, meg a többiek is szerintem úgy dőlünk hátra, hogy ez tényleg egy megérdemelt munka, és nem egy olyan siker, ami meglepődünk, mert tényleg beletettük és belefektettük azokat a dolgokat, amiket bele kell. De jók a visszajelzések, abszolút, és középiskolásoknak is játsszuk az előadást, és hál' Istennek ők is nagyon élvezik. És nagyon sok visszajelzésünk konkrétan nekem is, akár egy-két tanítvány vagy akivel foglalkoztam még színjátszó táborban, hogy tényleg nagyon nagy élmény volt nekik, és majd jönnek még, szóval abszolút, úgyhogy mindenkit invitálok, hogy jöjjön és nézze meg. És bármilyen fárasztó is volt a próba folyamat, nincs megállás, jön a Teljesen idegenek. Nincs, nálunk nem nagyon szokott lenni megállás, de nem baj, fiatalok vagyunk még egy páran, és igen, most a Teljesen idegenekkel próbálunk. És mennyi van még? 2,5 hetünk van kb. A bemutatóig. Igen, sok mindenről tudok, kezdek el róla beszélni, és akkor igen. Szóval próbáljuk ezt a nézők, ezt Magyarországon a Bujék című filmként láthatták már a mozikban, nem tudom, hogy tévébe mente, mindegy. Illetve, ha jól tudom, az alapfilm egy olasz filmről beszélünk. Én egyiket sem láttam, úgyhogy őszinte leszek, nincs túl sok viszonyítási alapom. A Bujéknak az előzetesét egyszer megnéztem pont a napokban, de azt mindenképp el kell mondani, hogy ugye ez egy film. Tehát egy filmről beszélünk, amiből készült színházi adaptáció. Szóval ilyen szempontból egy kicsit meg van kötve a kezünk, pontosan nem, hogy meg van kötve a kezünk, hanem azért az érződik, hogy ez erre íródott, tehát egy filmre íródott, tehát egy forgatókönyv, és azért ezt próbáljuk minél inkább színházira formálni, és ami olyan szempontból is egy picit talán nehezebb, de
megbirkózunk vele. De hogy egy picit nehezebb, hogy mondjuk nem a művésstúdióba vagy a kamarába adjuk elő, ami ugye egy intimebb környezet, egy intimebb tér, mert azért mégiscsak meg lehetne csinálni szinte úgy az előadást, hogy egy asztal körül ülnek, és hát jönnek kamerával a közelik, meg nem tudom én mi. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit föl van adva a lecke. De egy nagyon izgalmas előadás készül szerintem, ezt mondhatom. Humoros is, érzelmes is, üzenete van, dráma is, szóval ilyen egészen jól összegyúrt anyag egyelőre. Én láttam a filmeket, kíváncsian várom a színház előadását ebben a formában, biztos különleges lesz, és tényleg, ahogy mondtad, egyszerre izgalmas, mély, szórakoztató, humoros. Igen. És hát ezután következik az előszilveszteri bulinálatok. Bizony. Előszilveszter olyannyira, hogy már azt is tudjuk, hogy utószilveszter is lesz, ugyanis hát a Bűvés stúdióban lesz az előadás, ami hát igen, ez tudjuk, hogy oda annyira sokan nem férnek el, úgyhogy ezért is, meg azért is, mert hál' Istennek nagyon jól fogynak a jegyek, ezért csinálunk egy utószilvesztert is. Reméljük, hogy a 2023-as év csak pozitív meglepetéseket fog tartogatni az emberiség és mindannyiunk számára. Kulisszatitkot azért. Hát mi azért van a kínálatban? Még hátra van egy hónap egyébként, szóval... Szóval annyira nem tudnám itt felsorolni az összes műsorszámot, mert ugye most összegyűlt a csapat, elkezdtünk gondolkozni, ötletelni, kreatívak lenni, szekciókra bomlottunk, prózai rész, énekes rész, stb. A három tenor mindenképpen képviselteti magát a szilveszteri műsorban, sőt, talán annyit elárulhatok, hogy igazából mi leszünk a házigazdák, mi leszünk azok, akik végigvisszük a vonalat, vagy a fonalat, mi segítkezünk, hogy minden a helyén legyen. Szóval izgalmas dalok lesznek, illetve vicces jelenetek. Csak kicsit mondom, nehezen beszélek róla, mert még formálódik a dolog, mert azért tényleg még van egy hónap hátra. De én biztos vagyok abban, hogy igazából, aki ismer minket, aki szereti a Móri Zsigmond Színházat, szereti az itt dolgozó művészeket, az biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni. Itt is oda fogjuk tenni magunkat, itt is ugyanazt a minőséget, színvonalat, és ez így ugyanaz, de hogy humort meg fogják kapni tőlünk a nézők, úgyhogy várjuk őket tényleg nagy szeretettel. Egyébként külön örülök, hogy mondtad a három tenort a szilveszter kapcsán. Máshol látható-e még a három tenor? Készültek-e valamire? Lesz itt az adventi forgatagban, azt hiszem, most erre jól nem készültem föl, talán december 17-én itt a városba föl fogunk lépni egy fél órás műsorral, fél ötkor talán így, de a nézők pattanjanak föl a Facebook oldalra a színháznak, vagy Insta, vagy bárhova, viszonylag hamar meg fogják szerintem találni a dátumokat. Ott biztosan fogunk fellépni, illetve jött vagy 3-4 felkérésünk még, csak az a probléma, hogy pont előadásunk lesz. Pont előadásunk lesz, és sajnos már 3-4 koncertet, vagy fellépést, vagy előadást, vagy nem is tudom, hogy mikortól számít koncertnek valami, 10 perc, fél óra vagy egy óra, mindegy. Szóval sajnos vissza kellett mondanunk, hát ugye mi péntek, szombat szinte mindig játszunk, és hát a legtöbb karácsonyi buli, meg céges összejövetel, meg lezárjuk az évet, általában ugye hétvégén van, és szerencsénkre foglalkoztatott színészek vagyok, úgyhogy dolgozunk, meg nem szerencsénkre, mert közül meg szívesen lépnénk föl természetesen máshol is, de azért ne adják föl azok, akik szeretnének minket hívni, és egyeztessünk, és ott leszünk, és szívesen megyünk fellépni a srácokkal. Ha már egy ilyen szerencsés találkozás lett ebből a szinte teljesen véletlen fellépésből, vagy első fellépésből. Egyébként hogy időzítitek be a próbákat, ha mondjuk valamilyen van egy külön három tenoros előadásotok, koncertetek, akkor hogy tudtok a sok próba folyamat előadás mellett még együtt is próbálni arra az adott eseményre? Hát igen, hát nincs mese, össze kell ülni és csinálni. Hál' Istennek, amikor még valaminek ennyire az elején vagyunk, akkor az még mindig van egyfajta lendület, ami visz minket előre, meg szeretet, meg energia. Úgyhogy hát megtaláljuk a... De egyébként az tény, hogy próbálunk sűríteni, tehát hogy nem az van, hogy akkor te figyelj, akkor össze, meg még akkor is, hanem amikor megbeszélünk egy időpontot, akkor már mindenki ötletekkel jön, meg van
csoportunk, amiben írogatunk, és igazából való igaz, hogy azok a találkozások, amikor próbálunk, meg készülünk, azok tényleg nagyon-nagyon sűrűk, és akkor próbáljuk összerakni a repertoárt. Igen, de most már nem tudom, 3-4 koncertünk volt, de szinte mindegyiknél vagy 10-15 új dallal készültünk, úgyhogy most lassan a best of fellépések következnek, mert most már tényleg egy kicsit... Lassan kijönnek a három tenor lemezek is. Igen. Eddig csak vicceltünk róla, de remélem lesz most már egy olyan interjú, amikor azt mondom, hogy hát készül az első dal, mert igen. Vannak ilyen ötletek, de tényleg az van, hogy általában vagy még eddig azon véreztek el ezek a dolgok, hogy nem volt időnk. Hát, de nagyon szeretnénk, szóval ez a jó, hogy ez megvan, hogy mi nagyon szeretnénk, és úgy tűnik, hogy ez a lelkesedéshez nem. Hát majd reméljük, hogy lesz időnk rá. Így van. Én nagyon sok energiát kívánok neked a következő időszakra, nagyon jó előadásokat, bemutatókat, és nagyon jó szilvesztert, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.